lévegőt a régióban. Tehát látványos akkumulátor, hogy most sem lesz ilyen kökemű felelősség visszatérhető.
ez a legendás páros, Balatoni Árpád és Borsos Péter igazából kockaladára mentek most BRTS-sel. De ez olyan igazi Balaton is volt, főleg tegnap nap is. Mesélsz nekem róla? Igen, kicsit sikerült gyorsabban megkezdeni mindjárt az első nap is most. Bár kiúzták egy kicsit a szényeget, de hamarabb szabáltuk. Ugye gond volt, mert ugye mindjárt a gyárolt voltam, ugye fél, mint a pirosban vízfőfok, aztán abban is el voltunk foglalva egy kicsit. Ezt itt a lapisi lassító, de szerintem egész jó megoldott, úgyhogy mindenkinek tetszett, azt mondtam. Rally VB-n, úgyhogy egy nem akármilyen autósport szaktekintéről beszélünk. Milyen volt az Árpival 1996 után újra menni? Most is kijavítalak, 95. Nagyon jó volt. Én nem tudom, mikor öltem ennyit utoljára. Hihetetlen volt, mindent megcsináltunk. Megforogtunk, beestünk, kijöttünk. De eltaláltunk, lassítunk, mi kell még? Köszönjük Nagy Csabának, hogy létrehozta ezt a kategóriát. Reméljük, hogy lesz folytatása. Balatoni Árpád és Borsos Péter! Árpi, hadd halljuk!